Sziasztok srácok, Nani vagyok, és üdvözlök mindenkit a csatornán. A mai videó az a suli első napja vlog lesz, és igazából kicsit késésben vagyok, és azért sietek, azért kapkodok egy picit. Tegnap volt nekünk ugye az élnyitónk, úgyhogy nekünk az már ma nem lesz. Igazából csak egy ilyen tűzvédelmi cucc lesz, meg meghallgatjuk, hogy ugye milyen intézkedéseket kell majd csinálnunk ugye a vírus kapcsán. Hol ad ez a darom? Sziasztok srácok! Már itt vagyunk a villamoson, és mazgba kell lenni, ott van a szív. Úgyhogy most vagyunk suliba. Kell neked vizsgát? Kresszezel? Fú, én nagyon almul csináltok egy vizsgát, hogy átmegyek ezzel, mert amúgy nekem nagyon meg lesz. Megcsináltja a te vizsgádat, légy szíves! Ez a részvizsga, az 55 kérdés, ezt megcsinálhatod, ha szeretnéd. Jó, vizsgán átmentem. Az úgy sem úgy... Most nekem kéne csinálnom? Nem. Ja, jó. Akarom. Jó reggelt, nem, csinálj csak. Mert hogyha órán unatkozom, akkor elkérem és játszok vele. Hú, szanál nők így! Így én megyek be elsőnek, Tomi! Én. Jó. Na már megint a napos oldalon leszünk. Nem baj. Megint 400 fok lesz. Jó. Jó helyet szeretnék? Mutasd a tetkód, Nadina, a kamerának. Tattó! Én is mutassam, nem veszem most. Egyel kevesebb kéne. De azért próbáljon benne, hátszok a lefélet. Nekem a kattó tattóm van. Kettő tetkód van. Már nagyfiúnak, igen. Ja, ugye tényleg, van a régi, van a meg az új. Mondjuk ez így működik, hogy van a régi, meg az új, de... Wow! Mindegy. Nem kettő régi is, újdonságot tehát. Mondtam, mi? Melyik az a kulcs, nincs meg? Várjál fel a suli, most depressziós lesz, mert suli van. Nincsen 5-ös és 13-as kulcs, akkor összeadja, meg még egy 2-es kulcs. Egyszerre 2-t nyomjuk be. Hát ez nevetséges, akkor mit tudtossák ezeket a kulcsokat, akkor semmire nem jó. Nem tudom, mennyi az idő, Nadine, ott nem írja az órát? Nem sziasztok, írja. Amúgy nem írja. Ez egy kamera? Ez egy kamera? Az egy kamera? Ez egy kamera. Az? Ez egy kamera. Ez egy kamera. De mit vártál? Merre vagyok a tévében? Ez vetítő vagy? Ugye kapcsolatban a tévét benne van a gyerekek. Kanyó! Na, srácok, jó étvágyat, Tomi! Köszönöm. Itt vannak a tankönyveink, jó illata van. Úgyhogy most megnézzük majd mindjárt a 9-eseket, aztán pedig kezdődik a nap, és majd nektek is megmutatom őket. Nem baj, 9-esek, akkor már nem 11-esek vagyunk. Furcsa, hogy a 3 év alatt először látok egyébként. Meg hogy nem novemberben jöttek meg a tankönyveink, hanem szeptemberben. De és miért? Mert hogy ugyan ezt most az állam adja, azt hiszem nem, vagy azért mert új fenntartónk van? Megkaptuk a könyveket, rászok is volt egy ilyen, hogy meghívják, ilyen összegyűlés volt, így megbeszéltük a dolgokat. Nem tudom mennyit tartok belőlem most, most felinkeljük a könyveknek az ilyen tudszait, amit meg kell csinálni, aztán lassan amúgy végzünk, és nem tudom, mi lesz meg a videó felvétel. Szia, Máté! Hello! Ja, mazba fogsz meg, jó, nem kell, csak kérd meg. Tessék, itt egy gyűrű. Köszi! Ez milyen gyűrű? Nem, valami olcsó. 190, valami olcsó, nem tudom. Ez leesik a kezemről. Emberek majd kérték a kezem. Ja, akkor azért azt tudod ezt. Na most ezt vissza kell neked adnom. De nem húzhatom le az ujjadról, mert elveszem a szerencsét. Ja, most te kérted meg az én kezem? Ja, várjál, akkor várjál, megkérem, melyik ujjadra menj rá? Erre? Igen. Úristen. Jó van, és Rebeka a pap. Ő adott minket össze. Hogy a francba tud Nadine ilyen koszos lencsével rovolni? Jó. Új művünk Nadine-nál.
Fókuszálj! Az egy aranykard. Szerintem a szerzi. Jep. Meg nem mondom neked milyen, de ez nem mondom. Akartok fogni a vizes kézre. Jó is van, Tomi. Semmi. Nem is van. Nagyon van. Kocka. Na, Yeah. Nehéz az iskola táska. De nehéz az iskola táska. Na, le videóz. Én nem. El van rontódva a padon. Ki van az egész csavar? Nem áll, nem tudom betenni a széket. Látod, ezt se tudod berakni. De milyen különbség a kocsi és a srácok között, hogy a kocsikat tudom indítani. Na már vége a sulinak, nem nagyon mutattam túl sok mindent, mert nem tudom olyan. Igazából nem is volt mi semmi extra, majd a holnapi nap kicsit izgalmasabb lesz, nem tudom, hogy fogok-e vlogolni, vagy fogok-e holnap bármi más izgalmas dolgot csinálni, el fogsz esni. És most találkoztam egyik haverommal, és feljöttünk a hármas határhegyre, itt vagyunk, ugye? Igen. Megvettem egy megkísérletet, ami amúgy, hát nem a legextrásabb, elfáradtam, de azért jobb, mint a semmi. Úgyhogy most ide feljövünk. Megnézzük a kilátást, aztán igazából nem tudom, utána mit csinálunk. Most vágtam meg az előző videót, a beköltözés videót, és mindig úgy köszöntem be, hogy sziasztok srácok, és fogalmam is, hogy hagytam abba a felvételt, mármint ugye az előző jelenetet, vagy nem is tudom, hogy a kijelentkezést, igen. Szóval most megvágtam amúgy ezt a videót, és elmentem Zsuffékkal Szoliban. És képzeljétek el, hogy ugye kértem a Verától egy ilyen krémet, ezt majd mindjárt vissza is viszem neki, ami ilyen 30 faktoros ilyen naptej, ugye? És elkértem, hogy ugye bekenjem bele a tetkomat, és tényleg nagyon jól kentem bele. Viszont ott maradt egy kis folt. Nem tudom, hogy látjátok ezt, szerintem így pont nem fog látszódni, de itt látszódik, hogy itt annyira nem vagyok barna, mint mondjuk itt a hasamon vagy máshol is. És nagyon para. Mondjuk így közelről egyáltalán nem látszik. Így távolról látszik, hogy itt picit világosabb, de nem vészes, de amúgy semmi baj nincs a tetkomnak, azóta már bekentem. Meg ezzel a habbal, amit ugye az Inkneszől kaptam, és az nagyon jó rá, úgyhogy most kaját fogok csinálni. Vettem ilyen jó kis barna rist. Szerintem ennyit megcsinálok ma, és aztán majd holnap meg a másikat. Szóval ezt csak így bele kell tenni, ugye? Most ez így jó, vagy nem? Nem értek hozzá, az a baj. Úgy nézzétek, van itt ilyen fertőtlenítő. Hogyha ezt elviszem, akkor észreveszik. Ne jó, nem. Most ez elvileg így jó. Kijött a víz. A víz. Na mindegy, csak jó ez így. Na srácok, megcsináltam a rist, és amúgy nem is lett annyira gáz, csak már betettem a hűtőbe. Ahogy megcsináltam, és amúgy tök jó lett, úgyhogy még holnap azt hiszem el a suliban. És amíg nem vlogoltam, igazából unatkoztam, és itt pakoláztam, meg rendet raktam. Úgyhogy most már nem mutatom meg a fejem, mert nagyon fáradt vagyok. Na jó, mégis. Jaj. Úgyhogy majd holnap szerintem kijelentkezem, aztán még a reggeli elkészülésemet felveszem, vagy ilyesmi. Ugye megvágtam nektek a videót, az ki is, ámint hogy nem raktam ki, csak feltöltöttem, most már egy indexgépet fogok hozzá csinálni, illetve beállítom ugye idézítőre, aztán szerintem Netflix ezek, hogy ilyesmi, igazából semmi dolgom nincsen, és tök unalmas.
Üdv mindenki, már itthon vagyok, és már péntek van. Úgy gondoltam, hogy ezt az első napom a suliba vlogolt, ezt így összefogom egy olyannal is rakni, hogy első hátam a suliba, és egy ilyen hét beszámoló lenne a videónak a végén. De megszavaztátok azt az Instagram napomba, hogy ha még esetleg ott nem követsz, akkor mindenféleképpen kövess be, hogy legyen úgy, hogy vasárnaponként majd legyen egy ilyen visszamegyek a koliba videó, főzőcskézek, válaszolok a ti kérdésétekre, illetve elmesélem, hogy akkor milyen volt a hetem. Nem ígérem meg azt, hogy ez rendszeres lesz, de most ezt így megszavaztatok, úgyhogy jövő hét kedden fog ez a videóm kikerülni, amiben erről a hétről beszámoltam, úgyhogy ha esetleg még nem nyomtad meg a kis csengőt, akkor mindenféleképpen nyomd meg, hogy értesítést kapjál róla. Úgyhogy srácok, remélem tetszett nektek ez a videó, a következő videóban találkozunk, addig is puszi a pocitokra, és sziasztok!